Szeretettel köszöntöm Önöket! Az Olaf levelek nyilvánosságra hozatala után elveszítettem az állásomat. Leváltottak a jogi bizottság elnöki posztjáról, és megszüntették tagságaimat mind a jogi bizottságban, mind a közbeszerzési bizottságban. Gyalászkodó sajtótájékoztatóban próbáltak meg lejáratni, amelyet leadtak a helyi újságban, bemondattak a rádióban, és a Kalocsa TV is lehozta ezt a tájékoztatót. Hogy miért tették? Hogy minden kalocsai lássa, hallja és olvassa, hogy jár az, aki szembe mer menni a fideszesekkel. Ha azt kérdeznék tőlem, hogy akkor is bemutattam volna az Olaf leveleit, ha tudtam volna, hogy mi fog velem történni, akkor azt válaszolnám, hogy igen, ha számítok arra, hogy ilyen csúnyán elbánnak velem, akkor is nyilvánosságra hoztam volna az Olaf Kalocsának ért leveleit. Nekem nem az a legfájóbb, hogy nincs munkám, nincs szavazati jogom a bizottságokban, hanem az, ha mindezt Kalocsaváros önkormányzata képviselőjével, megmerték tenni, akkor mit tesznek másokkal, az átlagemberekkel? Milyen félelemben élhetnek az önkormányzati dolgozók, a hivatalnokok, a köztisztviselők és a közalkalmazottak, akik ki vannak téve, azon polgármesterek, hivatalvezetők vagy intézményvezetők kényekedvének, akik kiszolgálják a Fidesz hatalmát. Mit élhetnek át azok a kisvárosban és a falvakban élők, akiknek a közmunkáért is könyörögniük kell? Akik a véleményüket, egy kritikát megfogalmazott mondat, vagy a közösségi oldalakon megosztott posztok miatt elveszíthetik a munkájukat? Azok a kisgyermekes anyák, akik nem tudnak otthon maradni a gyermekeikkel, mert attól félnek, hogy másnap már nem lesz állásuk. Az látva látszik, hogy repedezzik a Fidesz erősnek hitbástyája. Ezek a fiúk félnek, ahogy a párom mondaná. Kapkodás jellemzi vezetőiket, adhok elképzelhetetlen dolgokat mondanak laktanyákról, Bécsi városnegyedekről. Megpróbálják ellehetetleníteni és lejáratni ellenfeleiket. Hazugságokkal és háttéralkukkal operálnak. Szeretném azt hinni, hogy április 8-án véget vethetünk a félelemnek, a kiszolgáltatottságnak. Ez azonban csak akkor sikerülhet, hogyha összefogunk, és közösen, együttes erővel lépünk fel a Fidesz-KDNP hatalma ellen. Az utóbbi időben többször megkérdezték tőlünk, ki a legesélyesebb jelölt a választókerületben. Úgy vélem, az a legesélyesebb, annak a képviselő jelöltnek a neve mellé kell tenni az X-et, akiről elhiszik, hogy változást hoz az életükbe. Akiről elhiszik, hogy valóban a helyben élők érdekeit képviselik, és arra a pártra szavazzanak, amelyről elhiszik, hogy megteremti számunkra az élhető Magyarországot. Köszönöm, hogy meghallgattak.